Tél végén nagyon fontos a vitaminok pótlása. A következő hetekben kimerültebbek, aluszékonyabbak lehetünk, melynek oka a tavaszi fáradtság. A szervezetünk téli üzemmódról tavaszira vált, amely tovább emészti egyébként is megcsapott energiatartalékainkat. Ha sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, könnyebben átvészelhetjük ezt az időszakot. A tavasz közelettével azt kellene éreznünk, hogy az ébredő természet feltölt minket energiával. Mégis sokan inkább bágyadtak, aluszékonyak, fejfájásra, szédülésre és ingerlékenységre panaszkodnak. Minél idősebb az ember, annál inkább érezheti magán a tavaszi fáradtság jeleit, mely ellen leginkább egészséges, vitamindús táplálkozással lehet védekezni. Mi igyekszek beszerezni, amit lehet. Ugye, főleg most télen, mikor ugye már szükség van az emberi szervezetnek, hogy a vitaminra, a D-vitaminra, a C-vitaminra, az influenzát meg kell előzni, ugye hál' Istennek, hogy... Nyakunkon a tavasz, és ugye ilyenkor sokan panaszkodnak enerváltságra, fáradtságra. Ön mennyire érzi már magán ennek jeleit, hogy télen minden készletét felhasználta a szervezete? Érzem én is, ugye, hogy fel kell tölteni, mert ugye elfogyott az energia, főleg ha dolgozok, ugye, mert még mindig mozgok, de ugye már estére elfárad az ember, és csak vágyik már egy kis jó időre, egy kis tavaszi napsütésre. Mi az, amit csak itt a piacon talál meg? Hát a friss zöldséget, sárgalépa, petrezselyem, karalábé, karfiol, ami primőr. Gyümölcsök terén? Hát gyümölcs az alma, narancs, mandarin, banán. A legtöbb vásárlónak fontos a minőség és a frissesség, de azért az ár sem utolsó szempont. Nyilván nézem az árakat, paprikát, most téli időszakban paprikát, paradicsomot, káposztát, meg mikor, mire van szükség. Gyümölcsök közül? Gyümölcsök közül banánt, mandarint, narancsot, almát, az is változó. Ugye említi, hogy nézi az árakat, de mennyire fontos? Tehát mondjuk, hogyha valami kicsit szebb, de drágább, akkor azt veszi? Természetesen azért, mert az olcsó a drága néha. Ugye kezdenek a vitamin készleteink azért kiürülni itt tél vége felé közeledve. Mennyire érzi magán az enerváltságot, fáradtságot már most akár? Most nincs időm rá, úgyhogy most nem figyelek erre. A vitamin bevitelre azért ügyelnek a családdal? Na, természetesen. Édesanyám 96. éves, úgyhogy a gyümölcsön kívül mézet, hűtőjás, meg sok olyan dolgot fogyasztunk, amiben azért vannak vitaminok, ásványi anyagok, és talán sokkal megbízhatóbb, mint ezek a téli gyümölcsök, legalábbis az én véleményem szerint. A magyar alma is, meg a hűtőjás is. Egyébként az, hogy magyar legyen a termék, az mennyire számít önnek? Szerintem sokat számít, mert nyilván ezeket a külföldről hozott termékeket kamionnal hozzák, útközben érlelik, és teljesen mindegy, hogy mivel megárta, akkor is csak vegyi anyagról van szó, és nekem számít. Az emberek fejében az él, hogy a piacon megbízhatóbb minőségű termékekhez juthatnak, azonban ez nem minden esetben igaz. Túl nagy különbség nincs a bevásárló központi és a piaci termékek között, ha a külföldieket nézzük. Tehát nyilván ugyanaz a kaliforniai paprika van ott, mint itt. Nyilván azért vannak különbségek, tehát például aki itt a piacon árul, az próbálja a jobb minőségűeket hozni, például a mandarinból vagy narancsból, míg a bevásárló központokban ott az olcsóbb, gyengébb, akciósabb, nagy lédik kiszereléseket szeretik, ugye itt azért egy jobb fajták vannak a piacon. Az olasz és a spanyol termékek mennek most inkább. Bár én azért mindenkinek azt ajánlom, hogy látogasson ki a piacra, mert ugye vannak nyilván a külföldi és vannak a belföldi termékek. Itt csak térjünk rá a fokhagymára. Fokhagyma az áruházakban szerintem 99%-a külföldi, ezzel szemben meg lehet akár itt is nézni a szép magyar füzéres fokhagyma, ez kifejezetten csak itt kaphatók, és mondjuk bevásárló központokban nem. A szakemberek a tavaszi fáradtság kapcsán is hangsúlyozzák, a patikákban kapható étrendkiegészítők nem pótolhatják a friss zöldségeket és gyümölcsöket. Sajnos a vásárlók nem annyira vásárolnak friss zöldségeket, gyümölcset, mint amennyit kellene. Talán egy némelyik megveszi inkább a patikában a szintetikus
táplálékkiegészítőket, vitaminokat, mint hogy frissből vinnék be, de ez az egy része. A másik része igenis eszi a narancsot, a mandarint, inkább a mandarin a közkedveltebb, tehát azt jobban szeretik, pedig most már annak szezon vége van, tehát a mandarin szezon vége, úgyhogy még följebb ment az ára, mint eddig volt. Szerintem a narancsokat sokkal jobban megéri most venni, mert édesebbek, lédúsabbak már, mint a mandarin. Tehát ez így február vége felé. Hogy tapasztalod, az ár vagy a minőség számít a vásárlóknak jobban? Most mondhatom, hogy van az a réteg, akinek az ár az abszolút nem számít, nem kérdezi meg, hogy mi mennyibe, hanem ajánljam, hogy melyik a legjobb, a legfrissebb, a legszebb, és azt veszi, és vannak mondjuk így a kis nyugdíjasok, ahol igenis számít az ár. Ő inkább megveszi az olcsóbb mandarint, vagy az olcsóbb krumplit, vagy az olcsóbb hagymát. De azért mindenképpen jó, hogy szeretne egészségesen élni, és egészségesen táplálkozni. Ez manapság mintha egyre népszerűbb lenne, te hogy látod? Igen, van egyfajta trend, főleg inkább a fiatalok körében, bár a nyugdíjasok körében, tehát az idősebbek körében is érzékelhető már, hogy jönnek különféle nyavaják ki, és akkor ők már nem a gyógyszert szeretnék, hanem helyette inkább valami mást. Zöldségek közül mi megy nagyon? A levesz zöldségek, tehát sárgarépa, karalábé, zeller. Tehát ez ugyanúgy mindenki megfőzi, szerintem minden hétvégén szinte a húslevesét, az megy, talán még néha napján a karfiol, persze most jó magas az ár, ugye külföldi karfiolok lévén, tehát természetes, hogy magasabb a kilóára, de azért néha megengedik maguknak, hogy egy rakott karfiol legyen, vagy egy rántott karfiol esetleg. A vitamindús táplálkozás mellett a szakemberek azt javasolják, tartózkodjunk minél többet a friss levegőn, figyeljünk a rendszeres testmozgásra, és próbáljunk pozitívan gondolkodni. Sokat segíthet a hideg-meleg vizes váltószuhany és a szaunázás is.